Góránga! Az utolsó nagy közös sétánk a Rigóval, meg Sántival. Safirazban vagyunk, és ugye 11 órára hoztam Larát ismét műtétre. Ilyenkor én nem szoktam hazamenni, mert minek, utána jönni kell vissza. Spórolni kell mindenne, úgyhogy most várakozunk, és itt vannak nagyobb zöld területek, de majd keresek valami olyan helyet, ami távol van az autóforgalomtól, meg úgy mindentől. És úgyis másfél órát várni kell, úgyhogy sétálgatunk, egy kis dombra lecsücsülünk. Na, majd még később folytatom. Na, már lassan vége lesz ennek a városnak, remélem, mert olyan régóta megyünk. Egyeztettem a madármentőhölgyel, és az ő véleménye az volt, hogy ne Médánóba, ahol én lakok, ott legyen elengedve a Rigó, mert lehetséges, hogy visszajön. És ha visszajön, akkor ő csak ott fog ugrálni, mert ugye ismerős a terület, és akkor kutya, macska elkapja. Most itt is elkaphatja bármi, de hát az már karmája, szóval ezzel igazából én már nem tudok nagyon foglalkozni. Persze még egy csomó kaját. Reggel még fürdött, mert tettem be neki fürdővizet. Mindig reggel fürdik egyébként a Rigó, érdekes. Tehát utána lecsered a vizet, akkor érintetlen, de ha reggel cseréled le, akkor az jó. Szóval azért lett áthozva ebbe a városba. Ez már az utolsó ház, végre, mert már nagyon meleg van, meg hát most úgyis, ha van másfél óra, az ember mit csinálja. Jaj, milyen nehéz ez a ketret, vagy ez a madár ilyen nehéz, ne viccet. Na, jó, ez már az utolsó telephely, onnan már barankó. Jaj, hát mit meg nem teszek, érted? Kicsirke. Na, még egy pillanatra megállítom. Hát gyerekek, vissza a természetbe. Csipog a kismadár. Csipog a kismadár. Ne. Hát, ennél természetesebbet nem tudok. Hát köszönjük, hogy vendégünk voltál. Melyiket is? Kinyitom mind a kettőt. Idefelé menet már mantráztam neki, szóval a búcsú mantra már megvolt. Na gyere! Mennyi? Most már tényleg menjél ki. Most már nincs tovább. Nem, már nem. Hát ott a kaja, egyéb. Szia. Na, hess! Rigó, mennyi? Úgy-úgy. Repsi-repsi. Na. Hát itt ért véget a gyönyörű este. Egyébként még egy darabig ugrál, meg majd próbálgatja a szárnyát. Új, neki minden. Hol van, nem is lát. Ja, te. Egyébként itt elvileg valamennyi eső esik, mert most magasabban vagyunk, Medán ugye teljesen a... Megint nem látom, mit videótok, jó. Amúgy közben sikerült elesni vizével, ahogy jöttünk lefelé. Meg remélem, hogy találkozik más Rigókkal is. Na, még új neki. Repülj, madár! Viszont már most sokáig nem állunk itt a napon Sántival. Nem, elcsipegett.
Na itt is van valami másik madár. Szállj már föl, így a videó végére. Ízlelgeti a szabadságot. Ja tényleg, homokot azt nem kapott. Hát, elég kalima van. Mert elvileg ugye a madarak homokat esznek, segíteni a emésztést. Hát legalábbis a csirkezúzában általában volt homok a vidéki csirkébe. Mit eszel vajon? Lehet van ott egy bogár. Na, hát akkor már ilyen nem halol. Jól van. Mindjárt megyünk Sántika, igen. Na jó van. Bocsánat, de mi most már nem várunk itt tovább, mert egyrészt meleg van, másrészt meg a kutyanapon van. Most megyünk vissza a Domperóhoz. Ott ülünk előtte, úgyhogy nem is kell külön értesítgessenek. Tudom, hogy mindent megtesznek, érted, de mondtam, hogy jó lenne, ha most már vége lenne ennek az egésznek. És mondták, hogy igyekszünk. Ja. Akkor kis Rigótól elköszönünk. Egyébként holnap lett volna pont egy hónapja, hogy nálunk volt. Hát az életbemaradási ösztöne majd vezeti az útján. Hát ez mondjuk van egy kis karmacsomag is. De ennél megfelelőbbet nem tudtam kitalálni, mint hogy ide kihozom a természetbe. Úgyhogy ennyi. Ennyit tudtam tenni. Meg ez zöld, ez a fű, tehát itt biztos, hogy van nedvesség. Tehát ez nincs kiszáradva. Om Tat Sat, Hare Krishna. Hari Hari Bol.